Aztán népszerűsítve. Aluk. Tehát ezt meg tudod csinálni sok módon, például egy ilyen rendezvényen, itt van nagyon sok mindenki, akkor meg tudod csinálni egy webkonfival, meg tudod csinálni egy e-maillel, meg tudod csinálni esetleg egy-egy telefonhívással, ugye? Alsó mondani embereket. És amikor azt tudod mondani egy emberednek, hogy figyelj Sanyi, már 40 ember jön az alsó vonalatból, a BBS-sel, úgyhogy akkor remélem te is eljössz. 40 ember már ott lesz. Az motiváló tud lenni, az úgy számít. Tehát van egy nagy ereje, hogyha alulról, vagy legalább minimum alulról is elkezded ezt fölfelé fejteni, nem csak fölülről lettel. Jó. Három témát akarok körbejárni, az, hogy mit javaslok a BBS előtt, alatt és után. Nézzük meg az első pontot, BBS előtt. Először is javaslom neked, hogy tűzzél ki egy célt. Ez egy rendkívül jó célkitűzési alkalom, eszköz, hogy mit szeretnél profitálni ebből a BBS-ből. A második pont, hogy a következő, tehát hogy fókuszálj a következő BBS-re. Tehát amikor jön egy BBS, közeledik, akkor beszélj. Gyerek, ott a helyetek, mondd el, hogy XY-nak miért érte meg, miért volt neki jó, tehát népszerűsítsd ezt a dolgot. Jó? Következő pont. Növekedj a szemináriummal. Mit is értek ez alatt? Ugye a pontérték, tehát amikor megnézed, hogy mennyi BB-d van, az miről szól? Az miről tanúskodik? Az a múltról beszél. Hogy eddig mit értél el a múltban. És a múlt alatt még az elmúlt másodpercet is értem. Amikor azt nézed meg, hogy hány ember jött el a rendezvényre, számszerűleg, az meg a jövődről beszél. Tehát te látni akarod a jövődet, számod meg hány ember jött el a csapatodból a rendezvényre. Azok a kulcsemberek. Egyetlen egy dolog van, hogy kifogást adhat az alól, hogy nem vagy ott, az a saját teretése. Egy komolyan gondolja, kulcsember az ott van ezen a rendezvényben. Tehát használd ki, nézd meg, hogy hány ember. És ezzel kapcsolatban is tűzhetsz ki célokat. Hány embert szeretnék én személyesen elhívni? Hány embert szeretném, hogy én, hogy ott legyen ezen a rendezvényen? A csapatomból. Hány érdeklődőt fogok elvinni? Hány embert szeretnék az egész csapatomból, hogy ott legyen? És nyilván ennek fényében te elkezdheted azt népszerűsíteni. Hadd mondjam el, hogy honnan tudod meg pontosan, 100%-os pontossággal kiszámítani előre, hogy hány ember lesz. Kíváncsiak vagytok? A reakcióból. Nagyon egyszerűen ki lehet számítani. Amikor valaki azt mondja, hogy minden bizonnyal ott leszek, 100%-ra nem lesz. Amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, tudja, hogy ott leszek, az nem lesz ott. Aki azt mondja neked, hogy hát, meg kell néznem, dolgozok rajta, de szerintem el fogok tudni menni, az nem lesz. Megvettem, a jegyek ott lesz. Előre. Én tapasztalatot mondom, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, Kati, 100,000%, hogy ott leszek, megvettem a jegyet, garantálom, ott fogok ülni az első sorba, ezeknek az embereknek az 50%-a lesz. Nálunk a jegyben az elővétel lehet, hogy egy picit ezt a statisztikát javítja, lehet, hogy fölviszi akár 60%-ra is, de nyugodtan erre számít. Ahogy az emberek mondják, aki csak úgy mondogatja, hogy talán, az legyen egy nagyon kellemes meglepetés. Szóval nem azt akarom mondani, hogy nem fordult elő, de ez mint a fehér holló. Amikor valaki kőkeményen elkötelezi magát, és 100%-ra megígér, ott lesz, annak a felére számítsa. Ez a mennyiség ebben lesz.
egyébként ez nagyon jó arra, amikor például egy BDS-re elhisz embereket, vagy amikor különösen egy otthoni, majd erről is fogunk később beszélni, de amikor egy otthoni találkozót tartasz, és korlátozott a helyeknek a száma, mondjuk van 10 helyet, akkor nagyon fontos, hogy ez a 10 helybe legyen töltve, mert az nagyon látszik, hogyha nem jön el az az embermennyiség. Tehát ott például kimondottan fontos, hogy tudj, hogy hányan lesznek ott előre. Mert hogyha nem kaptál elég pozitív visszajelzést, akik garantáltan megígérik, és tudjuk, hogy annak a fele fog eljönni, akkor tudod, hogy még tovább kell telefonálnod. Pedig tovább kell dolgozni. Ha van 10 helye, akkor 20 embernek meg kell, hogy ígérje, hogy eljön. Ha mindenre is nincs hova ültetni. Akkor te vagy a világ legszerencsésebb ember. De ez nem fog. Ez nagyon ritkán fog. Tehát például egy ott, de ezt külön át fogunk majd beszélni, de egy otthoni találkozón, tehát körülbelül a duplája embert kell meghívni, aki garantáltan megígért, hogy ott lesz, akkor lesz, hogy körülbelül meg az összes szét. Most ezt előre a BDS-en is körülbelül lehet majd látni, de ha látni akarod a jövődet, akkor így tudsz növekedni együtt a szemináriumban, mert láthatod azt, hogy hány ember az, aki ténylegesen eljött és ténylegesen részt vett. Ez sokkal jobb mérőszám az üzleted jövője szempontjából, mint a BD érték. Következő pont. Egyeztesse időpontokat a szeminárium utáni 3 napra. Tehát előre. Tehát jövő héten szombaton lesz a szeminárium. Én nagyon javasolnám neked azt, hogy már most előre, hétfőre, kedre és szerdára szervezzél emberekkel, érdeklődőkkel találkozókat. Miért? Azért, mert alapvetően az üzletépítési szeminárium ez egy lendületet ad, de azt tettük észre, hogy utána sokszor van egy ilyen leülés. Mert mindenki arra vár, hogy majd ugye most a csapatban most már kezd dolgozni. Ugye, majd a többiek elkezdik most. Most már végre az alsóban, most kapott egy rendetet, és csinálják. Ez az egyik. Meg hát, hogy fárasztó is tud lenni azért az a hét, az a szombat. Ugye, fárasztó is tud lenni, tehát hogy mondják, hogy most kaptam egy energiát, kaptam egy rendületet, no, de azért egy picit azért rápihenek, és akkor majd utána kihasználom ezt az energiát. De hogy neked nincs rögtön eszközöd, vagy alkalmat, hogy használd azt a rendületet, hát akkor nem használod ki. Tehát ugye most mi a témánk, hogyan tudjuk kihasználni a BDS-t, minél többet profitáljuk belőle. Ki akarod használni, akkor most tessék ezen a héten, vagy a jövő héten, hétfőre, kedre és szerdára leszervezni 3 találkozót. Vigyázz rá, hazamész, lejössz. Jó? Ez a következő 3 nap a BDS után kritikus az üzletépítésed szempontjából. Aludd ki magad! Jó? Ilyen dedusnak hangozhat, de látok én azért nagyon komás fejeket. Főleg ugye, amikor messzi városból kell jönni, akkor fontos, hogy időben lefeküdjél. Feküdj le korábban. Az a baj, azt vettem észre, hogy a BBS előtti estén szoktak az emberek a legkésőbb lefeküdni. Mert ugye ott valami újdonság jön másnap, ott olyan plusz feladatok vannak, bizonyos dolgokat meg kell pluszban még szervezni, vagy gyerekre, hogy kivigyázz, vagy akármi. És akkor jön az emberünk, ott állok, fogok kezed mindenkivel, tudod így megkapni az embereket, hogy előtessétek el. Nem iszunk előtte való este, aki szokott inni, jó? Vizet lehet, jó? Teát lehet, és ezt mondom, nem iszunk. Ennyi, tehát nekünk egy érkézláb rád van szükségünk, meg neked is arra van szükséged, hogy profitálj. Oda jössz komásan, akkor bakker, minek hiszed tett ki azt a jövőt? Nem ilyen. Tehát ki magad, az alvás, azt tudjátok, hogy való fogyasztóknak, akik csak használják a termékünket, illetve a fennmaradás, bocsánat, ezt akartam mondani, tehát te aludd ki magad. Következő pont, BDS alatt. Na, az első és legfontosabb dolog az, hogy érezd jól magad, oké? Okay? Fotózzál, lazítsál, gyűjtsél emlékeket. És miért kell emlékeket gyűjteni? Miért kell fotóznunk? Miért kell csinálni mindent csinálni? Pontosan, hogy utána tudjál mit népszerűsíteni. Eszközök, ugye? Tehát, hogy utána meg tud mutatni, hogyha csinálsz utána egy csoport találkozót, akkor meg tud mutatni, hogy
XY el lett ismerve, látjátok? Ő is megcsinálta, ti is meg tudjátok csinálni, jó? Tehát egy csomó emléket, gyerekek, itt el fogunk ismerni embert, aki elért a 8-as szinten, 7-es szinten. El fogunk ismerni olyan embert, aki 80 embert beléptetett a frontjára. Frontjára beléptetett embereket. Azt nem néztem. Okay. Ezeket az embereket föl lehet építeni, tehát utólag is, csak előre, de utólag is föl lehet építeni. És meg lehet mutatni, hogy ez az ember ezt csinálta, azt csinálta. Jó? Érezd jól magad a keresztvonalakkal, érezzétek, azután pedig ezeket az emlékeket ezt meg lehet mutatni. Jó?